Now we pray in Hungarian. La Santa Messa sarà celebrata in ungherese. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Eljöttünk a szűzanya lábaihoz, kérve az ő irgalmát, az ő kegyelmét, mindazért, amit ide akarunk tenni az ő lábai elé. Ki szabadságra jött, ki hálaadásra, ki kérésre, van, aki a születésnapját ünnepli itt. Tegyük mindazt, amink van a szűzanya lábai elé, és kérjük az ő közben járását a mi Úrunk Jézus Krisztusnál. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, Te fiad édesanyját anyánk ulatta, add, hogy figyelmeztetései tanítsanak, és az igazi bűnbánat és imádság szelleme eltöltsön bennünket, így Krisztus országának terjesztésén még nagyobb igyekezettel dolgozhassunk, hogy a világot megújítsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt. Lásd, újra teremtek mindent. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.
boldog vagy, Szűz Mária, mert hittél annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neked. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus keresztje mellett ott állt anyja és anyjának nővére Mária, akik Leofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához: Asszony, íme a te anyád. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. És attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, az előbb hallottuk az evangéliumot Szent János könyvéből, a szavakat, amelyekkel Jézus Jánosra, és Jánoson keresztül az egész egyházat Szűz Máriára bízza. Többek között ez az az evangéliumi szakasz, amely miatt Szűz Máriát az egyház anyjának nevezzük. Jézus a kereszten azt mondta: Asszony, íme a te fiad. Azóta az anyaszent egyház édesanyjaként tekint Szűz Máriára. Az egyházfők mindig is nagyon nagy kapcsolatot ápoltak Fatimával, a fatimai Szűz Mária kegyhellyel. 12. Pius pápától kezdve egészen Ferenc pápáig, aki szentté avatta a látnokokat. Mégis most egy történetet szeretnék elmondani, amelyre Szent II. János Pál pápa titkára hívta fel a figyelmemet, akivel volt szerencsém egyszer személyesen is találkozni. Mindannyian emlékszünk rá, van, aki személyesen, van, aki elmondásból, arra a bizonyos május 13-ára, amikor a Szent Péter téren 1981-ben a Szentatya II. János Pál pápa merény lett, áldozata lett. Hogy valójában ez volt a harmadik fatimai titok, vagy még az eztán jön, erről megoszlanak a vélemények, de nem is ez a fontos. Hanem azt, hogy amikor megkérdezték II. János Pál pápát, hogy minek köszönheti azt, hogy megmenekült, vagy mi a vélemény erről a merényletről, akkor ő csak annyit mondott: azt nem tudom, kinek a megbízásából követték el ezt a merényletet, de tudom, hogy kinek köszönhetem azt, hogy megmenekültem. És éppen ezért a merénylet első éves évfordulóján már volt olyan állapotban, hogy eljuthasson ide Fatimába. És pontosan az egyéves évforduló május 13-án itt Fatimában hálát adhasson a szűzanyának azért, hogy megmenekült. És amit kevesen tudnak, az az, hogy ezen az ünnepi alkalmon, amikor azt a bizonyos
golyót, amit kioperáltak belőle, Szűz Mária koronájába helyezte el, akkor ezen a szentmisén, itt Fatimában, bent a templomban egy második merényletet követtek el ellene. Akkor odajött hozzá valaki, és csak a szentmise végén vették észre, hogy a Szent Atya vérzik. És a fatimai szűzanya II. János Pál pápát másodszor is megmentette akkor. Én azt hiszem, ez a történet arra taníthat bennünket, és arra kell, hogy tanítson bennünket, hogy szűzanya lábaihoz mindig borulhatunk. Bármilyen nehézségünk van, bármilyen reménytelennek tűnő helyzetünk, szűzanyától akkor is kérhetünk oltalmat. Ha csak annyi hitünk lenne, mint egy mustármagnak. Ugye milyen nehéz? Mi magunk, én magam is sokszor benne vagyunk a hétköznapi életünkben, benne vagyunk abban a kis taposó malomban, és akkora hitünk lenne, mint amekkorával Szent II. János Pál pápa a szűzanyához fordult, mennyivel tanúságtevőbb lenne az életünk. Kérjük szűzanya közbenjárását azért, hogy hű követői tudjunk lenni az ő szent fiának. Amen. Ezen a megszentelt helyen, ahol Szűz Mária megjelent, imádkozzunk testvéreim Istenhez, Atyánkhoz, aki fiának anyját a mi anyánkul adta. Add, hogy a hívek az igazi bűnbánat és imádság szellemében kövessék Mária tanításait, és a világ megújításán és Krisztus országának elterjesztésén áldozatos lélekkel munkálkodjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg a kegyelmedet mindazoknak, akik az egyházban lelkipásztori szolgálatot teljesítenek, hogy Mária példájára Isten szavát hívő lélekkel hallgassák, és ezt hűségesen, szeretettel és megújult buzgósággal hirdessék. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj bátorságot a népek vezetőinek, hogy a világban a békét és az igazságosságot előmozdítsák, és legyenek hatással egymásra, hogy a föld javait a föld lakói között igazságosabban osszák el. Kérünk téged, hallgass meg minket! Vezesd el a szenvedőket Máriához, a szomorúak vigasztalójához, hogy az együttérző emberi kapcsolatból és Krisztus szenvedésének szemléletéből erőt merítsenek, és tovább járják az örök élet felé vezető útjukat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg Mária közbenjárására, az itt egybegyűlt közösségnek, családjainknak, hogy a Krisztust keresők megtalálják őt, a bűnösök megtérjenek, és az ifjúság ismét lelkesedjék az evangéliumért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Rövid csendben terjesszük személyes kérésünket az Úr színe elé. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható jóságos Istenünk és Atyánk, te meghallgatod néped kéréseit, amely Máriával, fiad és az egyház édesanyjával fordul hozzád. Hallgasd meg kegyesen kéréseinket és növelt hitünket
Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, a kiegyenesztelődés és a dicséret adományait hozzuk eléd, Szűz Mária emlékezetére. Bocsásd meg jóságosan bűneinket, és vezess bizonytalan szívünket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Szent Atyán, mert nagy dolgokat műveltél a boldogságos Szűz Máriával, szeplőtelen szívében és szűzi méhében foganta igédet, és mivel a Teremtőt szülte, az egyháznak kezdetét adta. A kereszt alatt szeretetének zálogát kapta, és minden ember gyermekeként fogadó, aki Krisztus halála által az örök életre születte. Az apostolokkal várta a megígért vigasztaló, és a tanítványok kéréseivel egyesítette imáját, mint könyörgő egyházadnak előképe. Az égi dicsőségben a zarándokló egyház szerető anyja maradt, és vigyázz az örök hazába vezető utunkra, amíg Krisztus dicsőséges napja el nem jön. Általa dicsér téged az ég és föld, az angyalok és emberek, és velük együtt dicsőséget himnuszát zengjük. Dicsőséged betölt mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antónió püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,
dicsőséges eljöttél. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldog, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Máriára emlékezünk, akik fiad édesanyjaként és az egyház anyjaként tisztelünk. Nagy örömmel vettük magunkhoz a mennyei szentséget, attól, hogy segítségünkre legyen és az örök életre vezessen, Krisztus a mi Urunk által. Tegyük kéréseinket a Szűz Anya lábai elé, legkedvesebb Mária imádságunkkal. Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Boldogságos Szűz Mária, fatimai Szűz anya, Rózsa Füzér királynője, könyörög életünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békében!